تقدس فامي بكزي كماي سات سانغو بكوزا ساس هت مي هارمش با جانو وتن عمود فايدالم التاغوليتوريا مديتاي ياليش نابا 8 اورانا ez a tökéletes szádgurú tudása. A benső, amelyben pár brám lakozik, szépséges hely. A nyelved Isten tulajdonságairól énekel, jáma, kövei meg se közelíthetnek téged. Nem tudom, hogyan szolgáljalak téged az értelmi képességeimmel, az áhítat módját sem is. Világ életének te vagy a pártfogója. Agam mélységű szád. A Isten kegyessé válik, minden aggodalom és gond megszűnt. A fúró szél nem árt, mert maga a Szádguru védelmez. A Mester Isten, a könyörületes a Guru, és a Mester az igaz teremtő. Akivel a Mester elégedett, az mindent elnyer. Nanak feláldozza magát az ilyen. A te námod megszünteti a fájdalmat. Dukban janate ranam ji, dukban janate ranam. Dukban janate ranam ji, dukban janate ranam. At pararadie, urene saten guru gyan. At pararadie, urene saten guru gyan. Urene saten guru gyan ji, dukban janate ranam ji. Dukban janate ranam, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam. Jitgate vase parbram, soviso avautau. Jitgate vase parbram, soviso avautau, soviso avautau ji. Dukban janate ranam ji, dukban janate ranam, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam. Jam kankar niranavai, rasene hare gune gao. Jam kankar niranavai, rasane hare gune gao, rasane hare gune gao ji, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam. Seva surat na janiya na janeya ram, seva surat na janiya na janne yara, na janne yara ji, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam. Otte teri jag jivana mere satguru yagamaya ga, otte teri jag jivana mere satguru yagamaya ga, satguru yagamaya ga ji, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam. Bhai kirpale gusaiya nate sog santa, bhai kirpale gusaiya nate sog santa, nate sog santa ji, dukban janate ranam ji, dukban janate ranam, dukban janate ranam ji,
दुख बंजन तेरा नाम ततिवाओ ना लगाई सतगुरु राके आप ततिवाओ ना लगाई सतगुरु राके आप सतगुरु यापे आप जी दुख बन जन तेरा नाम जी दुख बन जन तेरा नाम दुख बन जन तेरा नाम जी दुख बन जन तेरा नाम गुरु नारियान दाइश गुरु गुरु सच सिर जन हार गुरु नारियान दाइश गुरु गुरु सच सिर जन हार सच सिर जन हार जी दुख बन जन तेरा नाम जी दुख बन जन तेरा नाम दुख बन जन तेरा नाम जी दुख बन जन तेरा नाम गुरु तो ते सब कीच पया जन ननक सदे बलिहार गुरु तो ते सब कीच पया जन ननक सदे बलिहार ननक सदे बलिहार जी दुख बन जन तेरा नाम जी दुख बन जन तेरा नाम दुख बन जन तेरा नाम जी दुख बन जन तेरा नाम राधा स्वामी akkor mai nap ugye folytatjuk Baba Samanadzsinak a fantasztikus szatszangjait, és pedig len a szatszangok más különböző szikmesterektől, azoknak a különböző szikmestereknek a bánjait kommentálja Baba Samanadzsi. És itt a harmadik szatszangot hagytuk félbe, ahol Guru Tegh Bahadurnak a himnuszát kommentálja, és azt fogom folytatni most. Egy kicsit visszaolvasom. Guru Tegh Bahadur. Éjjel-nappal a méreg után fut, hogyan fékezhetném meg? Kommentár. Éjjel-nappal a kétértelműség és a bizonytalanság hullámai kavarodnak az elmében. A világ örömei után futás lesz az egész célom. Az elmét az érzékek sarkalja, és az érzékek tárgyainak rabjává válva karmákat hoz létre a cselekvés területén. Sokféle módszerre próbálta már megfékezni, de az elme rohan előre, és nem lehet megfékezni. Vers. Hallgatom a védákat, a puránákat és a smirtiket, de nem tudom a szívemben tartani ezt a tanítást, még egy pillanatra sem. Kommentár folytatása. A négy véda, a 18 purána és a 6 sásztra és a 108 upanisád arra tanít, hogy fékezzük meg az elmét. De az elme nem nyer tartós békét ezeknek a szentírásoknak az olvasásával. Amíg folytatjuk az olvasást, az elme megérti és elmerül ezekben a tanítások. Ekkor úgy tűnik, hogy megszabadultál a világi örömöktől. Úgy tűnik, hogy a helyes megértés és az igazság gyökeret vert benned. Úgy tűnik, hogy a szívetek tisztává vált. De amint becsukjátok a könyvet, az egész megértés semmivé foszlik. A külső ragaszkodás még mindig ugyanolyan rendíthetetlen, mint korábban, és az elmét továbbra is elragadja a világ lázas tevékenysége. Vers. Mohó szemet vetek mások vagyonára és feleségeire, életem haszontalanul múlik el. Kommentár folytatása. Ilyen nappal mások vagyonán és mások feleségen jár az eszed.
reggeli felkeléstől estig a hamisság viharát kavarod. Folyamatosan arra törekszel, hogy egyre több és több vagyon gyűjts, és erkőstelen gondolatokban merülsz el mások feleségeit. Egész életed ebben a hajszában telik el, és még csak meg sem próbálod megvalósítani igaz formádat. Sok szatszángot hallgatsz, a Szadguru dársányát élvezed, és szentírásokat olvasol. De az elmédnek nincs elég ereje ahhoz, hogy nyugodt és szilárd maradjon belül, mert milliónyi júga és életen át az érzéki élvezetek rabszolgája volt. Felületesen talán hallgat, és egyelőre talán meg is értik, de amint elhagyja a szatszángot, szeszélyessége és instabilitása teljes erővel visszatér. Májától megrészegülve megőrültem, és nem értem az igaz tudást. Kommentár volt. Az elme, a tudat annyira megrészegült májától, hogy elvesztette minden bölcsességét és helyes megértését. Az elme egyszerre csak egy munkát tud végezni. Vagy az odaadást gyakorolja, vagy az élvezeteket élvezi. Elmerülhet az Úr nevében, hogy a világi karma csapdájában maradhat. Ez az egyetlen két lehetőség. Még ha valaki azt állítja is, hogy képes egyszerre két dolgot csinálni, akkor sem lehetséges. Aki kelet felé tart, az nem mehet nyugatnak. Egy nyugat felé tartó személy nem utazhat keletre. Vagy a világi kötöttsége után futsz, vagy leállítod az elmédet, és beleolvadsz az Úrba. Ha mindkettővel próbálkozol, nem fog sikerülni. Amíg az elme mozgásban van, addig nincs stabilitása. Amíg az elme, a tudat mozgásban van, addig nincs stabilitása. Nem tud kapcsolatba lépni a mozdulatlan erővel, és maga is mozdulatlanná válni. Vers. Mi a mindenható Úr természete? Ő egy. Ő megközelíthetetlen és kifürkészhetetlen. Ő soha nem születik, ő soha nem hal meg. Guru Nanak így írja le ezt a változatlan erőt. Ő volt, amikor még semmi sem volt. Ő volt, mielőtt minden korszak elkezdődött volna. Ő most is létezik, Guru Nanak, és mindörökre létezni fog. Kommentár folytatáson. Ez az erő az igazság, és csak is az igazság. Egyesek Istent Brahmának, vagy pár Brahmának képzelik. Vannak, akik Istent a sok Isten és Isteni alakjában képzelik el, azt képzelve, hogy ez így néz ki, az meg úgy néz ki, mint amaz. De a mindenható Úr ereje csak egy, nem sok. Ami látható, az mulandó, de ami láthatatlan, az örökkévaló. E világ látható dolgait a szemünkkel láthatjuk. De azt a láthatatlan hatalmat, amely áthatja az öt elemből álló teremtést, nem lehet érzékelni ezekkel a külső hús-vér szemekkel. Még egyszer. De azt a láthatatlan hatalmat, amely áthatja az öt elemből álló teremtést, nem lehet érzékelni ezekkel a külső hús-vér szemekkel. Amíg az elme a külső erők irányítják, addig soha nem tudod megállítani, még ha ezerféle módszerrel próbálkozol is. Csakis a guru kegyelme tudja lecsendesíteni az elmét. Amikor a guru kegyessé válik, az elme befelé összpontosul, és a figyelem kapcsolatba lép az igaz námmal, akkor az elme tevékenysége a világban véget ér. Semmilyen más módszer nem működik. Vers. A szeplőtlen Úr mélyen a szívemben lakik, de nem ismertem a titkát. Kommentár folyt.
Ez az erő csak egy, függetlenül attól, hogy milyen szavakkal írjátok le. Nevezheted a lélek erejének, vagy Isten fényének, vagy a test megtartó erejének. Benned ez a tudatos erő élteti a lélegzetvételeket. Amíg ezek a lélegzetek be és kiáramlanak a testben, addig a testet támogatják. Teljesítheted világi munkáid, adok-kapokját, és gyakorolhatod a spirituális szadanát. De amikor ez a tudatos erő visszavonul a lélegzetvételetektől, akár csak egy pillanatra is, akkor a lélegzetvételek véget érnek, és semmi más nem lehet elérni. Niranjan az Úr egyik neve, és azt a testben lévő támogató erőt is Niranjannak hívják. A nir azt jelenti, hogy nélkül, az anjan pedig lámpa fekete valami, ami foltot hagy. Niranjan azt jelenti, hogy az egy, aki folt nélküli. Az az erő, amely mentes májától. Ez az erő áthatja az egész teremtést, mindenkiben jelen van, de mi nem értjük meg nagyságát. Miért? Amíg a tudat befelé fordul és nem rögzül belül, addig semmit sem tudhatunk meg erről az erőről. Még ha ezernyi módszert próbálunk is ki, még ha végtelenül sok imákat és mantrákat is recitálunk, még ha számtalan szentírást is olvasunk is, akkor sem. Vers. Onnanak, ha polcok és polcok lennének tele szentírásokkal, és ha mindegyiket szeretettel olvasnám, a tintám kifogyhatatlan lenne, és ha tollam úgy száguldana, mint a szél, mégsem tudnám téged, a te valódi értékedet szerint értékelni. Hogyan írhatnám le a te námod nagyságát? Sokan nagy hangsúlyt fektetnek a szent könyvek olvasására. De bármennyit is olvasol, mit remélhetsz, hogy elérhetsz? Mikor a szádú menedékébe kerültem, minden gonosz gondolkodásom, gondolataim megsemmisültek. Még ha céltudatos odaadással bolyongunk is a négy irányban, akkor sem találjuk meg őt sehol, amíg a szádú menedékébe nem érkezünk. A szádúk azt mondják, hogy bennünk két út van. Durmati, a rossz cselekedetek útja, és a szumati, az igazságosság útja. Durmati messzire visz minket az Úr námjától. A szumati magához, az Úrhoz vezet. Erről a témáról Tulsidas azt mondja, ahol a gondolatok jók, ott virágzik a jólét. Ahol a gondolatok rosszak, ott szerencsétlenséget hoznak magukkal. Amikor az igazságosság útját követjük, amikor a gondolataink jók, akkor az Úr minden lelki áldást eláraszt ránk. Az igazságosság a jólét formája. Amikor a bűn útját követjük, akkor szerencsétlenség látogat meg minket. Amikor gonosz cselekedetekbe bonyolódunk, egyik nehézséggel a másik után találkozunk. Ezért mondja nekünk, hogy amikor a szádú menedékébe megyünk, ő nem húz ki valamit a zsebéből, és nem ad nekünk valamit. Ő nem tesz be valamit kívülről. Ő pozitív és negatív erők már bennünk vannak. Amikor a negatív erő felemelkedik, akkor a dzsíva mája irányítása alá kerül. Ezért a szádduk arra ösztönöznek bennünket, hogy a bennünk lévő igazságra törekedjünk, és hagyjunk el mindent, ami eltávolít minket ettől. Ők vezetnek minket a mindenható Úrhoz vezető ösvényen, és összekötnek minket az igazsággal. Ezután a sádról való meditáció gyakorlásával elérhetjük a felszabadulást. Ez az egyetlen ösvény, ami az Úrhoz vezet, és nincs más. Nanak azt mondja, elmélkedtem a Csintamániról, a kívánságokat teljesítő drágakőről,
és elvágtam a halál hurkán. Idézet vége. Azt mondja, elmélkedtem a csintamániról, a kívánságokat teljesítő drágakőről. A csinta azt jelenti, hogy emlékezni vagy gondolkodni, a máni pedig drágakövet jelent. Ez a drágakő, máni, tehát a fény, a nám belső ereje azáltal, hogy állandóan emlékezel, ugye csinta, erre az erőre, erre a fényre, te magad is fénnyel töltődsz fel. Ahogy gondolkodsz, olyanná leszel, olyanná válsz. Amikor az elme ezen a ragyogó fényen elmélkedik, a fény formájává válik, és a karma minden látsza lehullik magáról. De ezt fel mi? Itt ért véget ez a Rutékbáról szép szecánja, ról a szomanatnak a szecánja. És akkor folytatjuk a következővel. Így van. Ismét egy Guru Tegh Bahadur himnusz lesz. Ez Baba Somanattól. Vers. Kinek mondhatom el elmém fájdalmát? A kapzsiságba merülve, a 10 irányba futva, a gazdagság megszerzésének reményébe kapaszkodsz. Az elme nyugtalanságát, nehézségeit és aggodalmait leírva, azt mondja, hogy állandóan haszontalan, értelmetlen foglalatosságokkal foglalod le az elmédet. Az értéktelen tárgyakat hajszoljátok. Semmi hasznot nem húzol belőle, mégis egyre inkább belekeveredsz a világba, hol a kapzsiságba, hol a vágyakozásba, hol a sóvárgásba, hol mások dicséretébe és kritikájába. Elméd továbbra is erősen megmarad a világban. A világi dolgokhoz való ragaszkodást nem tanultad meg semmilyen puránából vagy sásztrából. Senkinek sem kellett tanítania téged. Ez a ragaszkodás spontán módon belülről fakad. Amikor megszületsz, magaddal hozod ezeket a hajlamokat és a korábbi inkarnációdból. Ezek a múltbéli karmáitokon alapulnak. Néhányan azt mondják, idézem, ki látta a múltat, és ki tudja megjósolni a jövőt? Idézet még. Rengeteg ellenvetést hoznak fel, és megpróbálják elkerülni a témát. De gondoljatok csak bele. Amikor egy gyermek megszületik, már néhány nap múlva, amikor valamit a kezébe adsz, és megpróbálod visszavenni, a gyermek nem engedi el. Makacsú kapaszkodik a tárgyba, és sírni kezd. Barátom, ki tanította meg a gyereket erre a viselkedésre? Mindez a múltból származik. A gyermek magával hozta ezeket a hajlamokat, amikor ebbe az új megtestesülésbe jött. Ezek a múltbeli cselekedetekből származó szanszkárák, úgymond benyomás. Így az előző inkarnációkból származó benyomások és hajlamok hatására elménk folyamatosan a téveszmékbe bonyolódik, és elpazarolja az erre az emberi születésre szánt értékes időt. Egyre inkább a kapzsiság, a vágy, a harag, a vágyak, a sóvárgás rabjai maradunk, és így megy ez tovább. Vers. Az évezetek kedvéért nagy szenvedést viselsz el. Egyik mestert kell szolgálnod a másik után. Kommentár folytatása. Csak egy pillanatnyi élvezetért szenvedés hegyeit kicipeljük. Az egész életünket az évezetek hajszolása emészti fel, amiért súlyos büntetést kell elviselni. Így módon az egész életünk kárba vész.
mennyi szolgaságot, mennyi megaláztatást kell elviselnünk. Másoknak vagyunk kiszolgáltatva. Ezen a legcsekélyebb mértékben sem tudunk változtatni. Elfogadjuk ezt a szolgaságot, és egy életen át benne maradunk. Olyanok vagyunk, mint egy táncoló majom. Először a majom idomár megtanítja a majmot táncolni, a majom hibázik, a pott a közelben van. Félelmében a majom egy kancsó vizet tesz a fejére, és így táncol. Az idomár parancsára ide-oda ugrál. Aztán mancsait összecsukva köszönti a műsorra összegyűlt embereket, a majom pénzt könyörög, összegyűjti az érméket, és odaadja a gazdáján. A szegény néma állat félelméből tűri ezt a szolgaságot. De mi a helyzet a mi állapotunkkal? Annyira az évezetek uralma alatt állunk, hogy rabszolgáivá váltunk. Ilyen nappal megkötözve maradunk, és magunk is az élvezetek formájává váltunk. Tehát mi magunk is az élvezetek formájává váltunk. Ha ennyi odaadással is egy szempontú, egy fókuszú figyelemmel szentelnénk magunkat a guru és az úr szévájának, akkor a születések és halálok körforgása véget ér. De milyen szerencsés karmákat tettünk a múltban, hogy alkalmassá váljunk ilyen odaadás. Még azt sem értjük, mit jelent az odaadás. Most, amikor valaki azt mondja, hogy itt az ideje a szacánknak, ahelyett, hogy részt vennénk rajta, mindenki visszamegy a falujába. Mindenki elmegy, senki sem jön. Ha valamilyen világi munkában dolgozunk, mondjuk, éjszakai műszakra osztanak be minket a malomban, akkor minden nehézség nélkül időben oda megyünk, és elfoglaljuk a helyünket. De a spiritualitás útján, amikor azt mondják, hogy reggel felkelünk, és 2-3 órát meditálunk, akkor lusták leszünk. Nem ülünk le meditálni. Álmosnak érezzük magunkat, és valamilyen kifogást keresve, hát visszafekszünk, és elalszunk. Csak egy vakmerő fickó jelentkezik éjszakai műszakra, és aztán lefekszik aludni a gépe mellé. Tudja, hogy megbüntetnék, vagy akár ki is rúghatnák. De a lelkiségben azt gondoljuk, hogy senki sem fogja számon kérni rajtunk az Úr bíróságán, ezért csak hagyjuk, hogy az idő elteljen. Mit nyerhetünk az ingadozó hittel végzett gyakorlatokkal? Megkapjuk a jutalmunkat a tetteinknek megfelelően. Vers. Úgy vándorolsz ajtóról ajtóra, mint egy kutya. Nem figyelsz az Úr elmélkedésére. Kommentár folytatása. Ahogyan a kutya is ajtóról ajtóra vándorol, mi is minden ajtót meglátogatunk. Minden egyes ember lábát megérintjük, akivel találkozunk, és minden megjegyzésükre azt mondjuk, hogy igen, igen, igen. Meghajolunk, és hódolatként hajtjuk össze a kezünket, mindezt azért, hogy világi ambícióinkat előmozdítsuk, és vágyainkat teljesítsük. Ha tisztán látod a helyzetet, látni fogod, hogy nincs semmilyen kapcsolat közted és mindezen emberek között. De mit lehet tenni? Te magadat a szolgájukká tetted. Függetlenné kell válnod a világtól. Ha teljes szívedből az Úr meditációjába merülsz, akkor ki tudna uralkodni rajtad? De ez könnyebb mondani, mint megtenni. El kell viselned a karmák reakcióit, amelyeket már létrehoztál. Kívülről kutattok, de az Urat nem találjátok ott. A kijelölt időpontokban a Ráma, vagy a Radhaswami, vagy a Sadguru szavak kántáltak. Barátom, mit lehet elérni puszta szavakkal? Ez a közvetlen külső tapasztalás kérdése. A meditációról csak a szádat jártatod, de soha nem gyakoroltad. Vers. Hiába próbál,
hiába pazarolod el ezt az emberi életet, mások kinevetnek, de te nem érzel szégyen. Kommentár folytatása. Még az istenek és az istennők is várnak és vágyakoznak erre a gyönyörű emberi testre. De miután megkaptuk ezt a drága emberi születést, haszontalan törekvésekre pazaroljuk el. Semmit nem törődünk az illemmel és a helyes viselkedéssel. Nincs bennünk szégyenérző. Azt mondjuk, idézet, mindenki így viselkedik, tehát kinek van joga kinevetni engem. Idézeték. Vers. Nának azt mondja, miért nem énekelitek az Úr dicséretét, és miért nem távolítjátok el a rosszat ebből a testből. Kommentár folytatása. Ezért Guru Tegh Bahadur azt mondja, idézet, miért nem dicsőítitek az Urat, és miért nem végzitek a meditációt? Miért nem mondasz le a gonosz hajlamokról? Távolítsd el az összes bűnt a testedből, és emlékezz az Úrra. Idézet végén. Amíg a belső tele van ezekkel a gonosz hajlamokkal, addig nem számít, hogy mekkora erőfeszítést teszel, mindig el fogsz maradni a céltól. Elpazarolod az életedet, belül egy dolog vagy, de kifelé valami mást mutatsz. És az időt fogytán van, mit tudsz így elérni? Radasz. Ért véget ez a szatszang, Guru Tegh Bahadur himnuszáról. Még van idő, következőnek neki fogunk. Így van, jön az ötödik. Jön az ötödik Baba Somanath Satsang. Ez Guru Amar Dasnak a himnuszáról szól. Vers. A ráma-ráma kántálása mindenki ajkán megmarad, de ráma nem nyerhető el külső recitálással. A guru kegyelméből az Úr a szívedben lakozik, akkor elnyered minden odaadás gyümölcsét. Ez Sri Guru Amar Das Ji, a szikkek harmadik gurujának bánya himnusza. Azt mondja, hogy ha csak külsőleg a nyelvünkkel recitáljuk a szimránt, akkor nem leszünk képesek eltávolítani a hazugságot és a csalást a szívünkből. Amíg a világi élvezetek szennye tölti be a belsőnket, addig a szívünk nem tud megtisztulni. Amíg a belsőnk nem tisztul meg minden tisztántalanságtól, addig a szívünk sem fog beleolvadni a bennünk lakozó tudatos erőbe. Megpróbáljuk eltávolítani a szennyeződést a bensőkből a szimrán külsőleges ismétlésével, de az emlékezés célja a szív megtisztítása, és ez a megtisztulás csak akkor történhet meg, ha teljesen elmerülünk a valódi nám szimránban belül. Emberemlékezet óta milliónyi júga és milliónyi születés óta elménk a durva, élettelen anyag társaságában van. Emberemlékezet óta milliónyi júga és milliónyi születés óta elménk, a tudatunk a durva, élettelen anyag társaságában van. Be volt burkolózva ennek az illuzórikus világnak az anyagi dolgaiba, és ennek eredményeként az elme maga is durvává és élettelenné vált. Ahhoz, hogy az anyagi világra való emlékezést kiűzzük a szívünkből, szükségünk van a nám valódi belső emlékezésére. Az elménknek megvan az a belső tulajdonsága, hogy amikor elmerül egy dolog emlékezetében, a többi dolog emlékezete kiszorul. Minden más gondolat eltűnik. Így módon most a világ és a világi örömök szimrányában vagyunk belekeveredve, amelyek elvonszolnak minket a mindenható Úr emlékezésétől és a nám szimrányától.
ezért a szívünk zsúfolásig megtelt a durva anyagi dolgokkal, ilyen nappal a bizonytalan elme hánykolódik bennünk. A durva külső világnak ez a folyamatos szimránya még öntudatlanabbá tett bennünket, és hogy mindezt a durvaságot eltávolítsuk, a nám szimránya révén kapcsolatba kell kerülnünk az igazsággal és a magasabb tudatossággal. Amikor a Szádguru oltalmába megyünk, ő kegyelmet áraszt ránk. Elmagyarázza nekünk a Szatnámra való meditáció módszerét, és elmondja, hogyan tartsuk elménket lehorgonyozva az Úr szimránnyám. De amiután megkaptuk ezt az ajándékot a Szádgurútól, elhagyjuk az általa közvetített módszert, és egész életünket a külső ismétléssel töltjük, akkor nem fogunk hasznot húzni. Amíg a szívünkben nem nyilvánul meg a nám igazi szimránja, addig nem érhetjük el a célunkat. Ezért Guru Amar Das Ji azt mondja nekünk, idézett, mindenki rámát kántál, de üres ismétléssel nem találkozhatsz az Úrral. Idézett végül. Mindenki rámát ismételget a nyelvével, de nem nyerheted el az Urat pusztán kántálással. Idézett. Ami a kimondáson túl van, az ráma. Tehát ami a kimondáson túl van, az ráma. A sábd vagy nád, belső hang, vagy akásbáni, ez a hang az égből, az akásbáni, visszhangzik benned, és amíg elméd nem olvad bele ebbe az erőbe, addig semmit nem nyerhetsz azzal, hogy kifelé ismételkedett az, hogy ráma. Az Úr kegyelme, az Úr pársádja belülről záporozik le. Pársád jelentése kegyelem. Az emberek külsőleg puffasztott rist vagy édességet tesznek, majd azt mondják, hogy pársadot vettek magukhoz. Hasonlóképpen beszélnek az emberek a Charan Amritról, a lábak nektárjáról. Ez a Charan Amrit. Hoznak egy kis vizet, megmosnak vele egy bálványt, összegyűjtik a vizet, majd Charan Amritnak nevezik el. Ugye a bálvány ugye egy szobrocskát vagy valami. De az ilyen Charan Amritból semmi hasznotok nem származik, mint ahogyan nem kaptok kegyelmet néhány külső édesség elfogyasztásából, vagy puffasztott rizsből. Guru Amar Das tehát azt mondja nekünk, idézett, amikor a guru kegyes, ő eljön, hogy a szívedben lakozzon. Idézett még. Amikor a guru által előírt gyakorlatokat végezzük és tökéletesítjük magunkat, párszadán, ezt nevezik párszadának, akkor az ő kegyelme megnyilvánul bennünk, és a lelkünk egyé válik a námmal. A guru kegyelme az igazi pársán. Azok a tanítványok, akik Isten iránti szeretetet az elméjükben őrzik, soha nem felejtik el az Urat, ők folyamatosan az Úr nevét Hari-Hari éneklik a gondolat nyelvén. Aki oda kötötte figyelmét erre az igazi szeretetre belül, az soha nem tudja elfelejteni. Az igaz szeretet bennünk lakozik, és ha ez a szeretet akár csak egyszer is megnyilvánul, soha nem fog kicsúszni az emlékezetünkből. A szeretet a legvonzóbb erő, ami semmi sem érhet fel vele. Sem az értelem, sem az elme, sem a tudat, sem a külső bölcsesség. Bennünk lakozik ez az igazi szeretet, a szeretet a mindenható Úr formája. A lélek a szeretet, és a szeretet a guru. Ezért mondja nekünk, hogy amikor ez az igazi szeretet, vagy virá, ugye, zárva ebbe a szeretettől való elszakadásnak a fájdalma, tehát, hogy amikor ez az igazi szeretet, vagy virá belül megjelenik, hogyan lehetne valaha is elfelejteni mindezt? Amikor ez a szeretet megnyilvánul, akkor a lelkünk éjjel-nappal egyesül a Dunatmaknámmal, a belső hanggal. Nem bírjuk elviselni, hogy akár egy másodperc töredékkel is elszakadjunk ettől a námtól. Most annyira az elméhez vagyunk és májához vagyunk kötve, hogy soha nem tudjuk elfelejteni őket.
De amikor a virág felébred bennünk, akkor a szívünkben csak a námra tudunk emlékezni. Semmilyen más gondolat nem csapódik oda. Ez a virág jelentése. Raddeszvámi, innen fogjuk folytatni. És aki tud, maradjon, és a bennünk lévő tudatos erővel lépje fel a kapcsolatot, és ébresszük fel a virágot, és 05-kor jelentkezik egy bácsán. Raddeszvámi.